A mi segítségünk és ünnepi istentiszteletünk megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindent. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Énekeljük testvéreim fennállva a 187. énekünket. A 187. ének így kezdődik: e húsvét ünnepében örvendjünk keresztjének. Hallgassuk meg Isten igéjét, úgy, amint szól hozzánk a Bibliaolvasó kalauzunk szerinti mai igében, a Lukács evangélium a 24. részének első 12 versében, amit ülve hallgassunk meg figyelemmel. A Lukács evangélium a 24. részében így olvashatjuk Jézus feltámadásának a leírását. A hét első napján, kora hajnalban elmentek az asszonyok a sírhoz, és magukkal vitték az elkészített illatszereket. A követ a sírról elhengerítve találták, és amikor bementek, nem találták az Úr Jézus testét. Amíg ezen töprengtek, hirtelen két férfi állt melléjük fénylő ruhában. Majd amikor megrémülve a földre szegezték tekintetüket, azok így szóltak hozzájuk: mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt. Emlékezzetek vissza, hogyan beszélt nektek, amikor még Galileában volt. Az ember fiának bűnös emberek kezébe kell adatnia, és megfeszítetnie, és a harmadik napon feltámadnia. Ekkor visszaemlékeztek az ő szavaira, és visszatérve a sírtól, elbeszélték mindezt a 11-nek és a többieknek. A Magdalai Mária, Johanna, valamint a Jakab anyja Mária, és más velük levő asszonyok mondták el ezeket az apostoloknak. Azok azonban üres fecsegésnek tartották ezt a beszédet, és nem hittek nekik. Péter azonban felkelt, elfutott a sírhoz, és amikor behajolt, csak a lepedőket látta ott. Erre elment, és csodálkozott magában a történteken. Isten áldása legyen az ő igéjének hallgatásán
és szívünk befogadásán imádkozzunk. Istenünk, dicsőítünk téged azért, mert nem hagytad a te szentedet a sírban, és feltámasztottad Jézust. Magasztalunk téged, Urunk Jézus Krisztus, mert feltámadásoddal legyőzted a halált és minden ellenségünket, és a te győzelmed hitáltal a miénk lehet. Bocsáss meg, Urunk, hogy itt most közöttünk is sokan vannak, akik üres fecsegésnek tekintik a te feltámadásodról szóló örömhírt. Bocsáss meg, hogy egyáltalán nem vonjuk le a konzekvenciáit annak, hogy te feltámadtál, élsz. Azt ígéred nekünk, hogy kész vagy elkísérni az utunkon, és ott van nálad minden elkészítve, amire szükségünk van. Bocsáss meg, hogy tele vagyunk panasszal, nyafogással, elégedetlenséggel, zúgolódással, soroljuk a hiányainkat, de nem nyújtjuk a hitünk kezét, hogy tele ragdaszt ajándékokkal. Megvalljuk előtted bűnbánattal azt is, hogy olyan gyógyíthatatlanul büszkék vagyunk, és egyszerűen sértő számunkra az, hogy koldusként tartsuk a kezünket, és beismerjük, hogy rászorulunk a te ajándékaidra. Könyörülj rajtunk, és tedd ezt most számunkra nagyon világossá és meggyőzővé. Mi az akadálya annak, hogy még mindig nem hisszük, hogy te élsz, hogy nem úgy tisztelünk és imádunk téged, mint örök Istent, és hogy nem hagyjuk, hogy megajándékozz bennünket. Könyörülj rajtunk, és úgy szólíts meg minket most a te igéddel, hogy az az ige hitet támasszon a szívünkben. Bátoríts meg minket, hogy merjünk nyúlni az ajándékokért és élni azokkal. És ugyanakkor legyen a te igéd sokunk számára vigasztalás, bátorítás, erősítés, mert olyan nagyon rászorulunk erre. Semmivel sem különb a mi szívünk, Urunk, mint ezeké az asszonyoké lehetett ott a te feltámadásod hajnalán. Tele vagyunk mi is csüggedéssel, keserűséggel, kétségbeejtő dolgok történnek körülöttünk, és néha oly sok nehézségen vezet át a mi útunk is. Köszönjük, hogy úgy jöhetünk most hozzád, mint győztes Úrhoz, aki megéltesz minket, a hitetlenségünkkel együtt is kész vagy elfogadni, és ki tudod cserélni a mi szívünket, mint ezekét az asszonyokét. Kérünk téged, hogy történjen itt valami most velünk. Őrizd meg attól, hogy még a te igédet hallgatva is szétszaladjanak a gondolataink, hogy most, amikor te akarsz velünk foglalkozni, még most is mással legyünk elfoglalva, és ilyenek maradjunk, amilyenek most vagyunk. Könyörülj rajtunk, és védj munkába minket, a te kimondhatatlan gyöngét szereteteddel, és a te újjáteremtő hatalmaddal. A te nagy irgalmasságod szerint így szólíts meg az igében, így könyörülj meg rajtam is, hogy azt mondjam, amit te üzensz most itt nekünk, és az a te szavadként érkezzék meg mindannyiunk szívéhez. Formálj minket igazán húsvéti emberekké, akik tudjuk, hogy mit hiszünk, ismerjük azt, akiben hiszünk, és akiknek az élete folyamatosan gazdagodik, hogy legyen mivel gazdagítanunk másokat is. Nem a mi érdemünkért, még csak nem is a mi szükségünkért, a te nagy nevedért cselekedj itt most csodát velünk. Amen. Isten bűnbocsátó kegyelmét a Zsoltár szavaival hirdetem, ő nem bűneink szerint cselekszik velünk, és nem fizet nékünk a mi álnokságaink szerint. Amen. Készüljünk az ige hallgatására, és énekeljük a 356. ének első 4 versét. A 356. énekünk így kezdődik, felvirat, áldott szép napunk, ma teljes szívvel vígadunk.
Úr Jézus, te megígérted, hogy nem a te küldöttjeidnek kell szólniuk, hanem te magad vagy, és az Atya lelke, aki szól általuk. Kérünk téged, hogy így szólíts meg most minnyájunkat egészen személyesen. Nem a te feltámadásodról akarunk elmélkedni, hanem nagyon szeretnénk veled a feltámadott élő Úrral találkozni. Jöjj elénk az úton, kérünk. Amen. Isten igéjét hallottuk az imént a Lukács evangélium a 24. részéből, annak a 4., 5. és 6. verseit ismét olvasom. Amíg ezen töprengtek, hirtelen két férfi állt melléjük fénylő ruhában, és amikor megrémülve a földre szegezték tekintetüket, azok így szóltak hozzájuk. Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt. Emlékezzetek vissza, hogyan beszélt nektek, amikor még Galileában volt. Az ember fiának bűnös emberek kezébe kell adatnia és megfeszítetnie, és a harmadik napon feltámadnia. Kedves testvéreim, Jézus Krisztus feltámadása Isten hatalmas tette volt. Olyan nagy isteni tett, mint a teremtés, aminek nincs párhuzama, analógiája, aminek nem volt tanúja, de aminek a tényét mindannyian tapasztalhatjuk. Míg a nagypéntaki események mozgatói emberek voltak, addig az, ami Jézus feltámadásakor történt, minden részletében Isten cselekedete. Így nézzük végig most ezt a mai napra kijelölt igét, hogyan láthatjuk benne a cselekvő Istent. Azt az Istent, akiről Jézus azt mondta, hogy mindez ideig munkálkodik, és aki most itt bennünk is munkálkodni akar. Az első mondatot így olvastuk igénkből, a hét első napján, kora hajnalban elmentek az asszonyok a sírhoz, és magukkal vitték az elkészített illatszereket. A hét első napja az a mai vasárnapnak felel meg. Zsidó számítás szerint 6 munkanap után jött a 7., az Úrnak szentelt pihenőnap. 6 napon át munkálkodjál, olvassuk a 10 parancsolatban, de a 7. szenteld az Úrnak, mert 6 nap alatt teremtette Isten az eget és a földet, és a 7. megnyugodott. A hét első napja tehát a mai vasárnap, amikor az asszonyok munkához akartak látni, és kimentek a temetőbe, ahol péntek este látták, hogy arimátiai József elhelyezte Jézus testét, hogy befejezzék a végtisztességet, és drága illatszerekkel egyfajta balzsamozást végezzenek el. Erre azonban már nem kerülhetett sor, mert a sír üres volt. Most azonban egyelőre csak ennél időzünk, hogy a hét első napja. A keresztény gyakorlatban az Úrnak szentelt heti pihenő nap átkerült a 7. napból a hét első napjára. Miért? Emögött nagyon fontos hitbeli felismerés volt. Az ószövetségi gondolkozás az volt, hogy 6 napig dolgozz, és utána jutalmul megkapod a 7. pihenésre. És emögött hitbeli gondolatok is tükröződnek és meghúzódnak. Tartsd meg a törvényt, és jutalmul megkapod Isten áldását. Teljesíts valamit, és utána annak következményeképpen részed lesz valami örömben. Az új szövetség gondolata az, hogy Isten mindeneket megelőzően az első napon ad neked kegyelmet, és utána egy hétig élhetsz ebből. Isten cselekedett érted, mielőtt te tudtál volna Istenről, mielőtt tisztelted volna őt, mielőtt tartottad volna a kezedet, hogy adjon ajándékot, ő mindent elkészített ahhoz, hogy emberi életet élj és örök életed legyen. Ő ezt kínálja. Ebből az ajándékból élhet azután az ember. Nagyon fontos ez a különbség, mind a kettőnek megvan a maga helye az üdvtörténet rendjében,
De Jézus feltámadásának a napja nem véletlenül volt a hét első napja. Ez önmagában azt hirdeti, hogy Isten cselekedett, és Isten előbb cselekedett, mint ahogy mi bármit tehetünk. Mi magunktól úgysem tudunk semmit felmutatni, ami Isten mércéjével mérve tiszta, igaz és dicséretes lenne. Az ember egyetlen lehetősége az, hogy odaáll Istene elé, és engedi, hogy megajándékozza őt. Ez ellen tiltakozik a bennünk levő ős büszkeség. Mint ahogy többféle változatban hallottam már ezt a fölkiáltást, hogy mit gondol maga, nem vagyok én koldús. Akkor tessék tovább úgy élni, abban a gazdagságban, amiben él. És az illetők tele vannak panasszal, keserűséggel, sokszor egész életük egyetlen romhalmaz. Hinni azt jelenti, hogy végre kinyújtom a kezemet, és engedem, hogy Isten ajándékokat tegyen bele. Kegyelemből van a ti üdvösségetek, ahogy olvassuk, hitáltal, vagyis Isten ajándékként kínálja, én pedig hálásan elfogadom. Átélve mélyen a rászorultságomat, és azt a nagy hálát, hogy ő így is, ennek ellenére is ajándékot ad nekem. A hét első napján támasztotta föl Isten a mi Urunkat, ezzel is megerősítve minket abban, hogy ő mindeneket megelőzően cselekszik értünk, hogy ő mindent elkészített, amire szükségünk van, és az ember jöhet bizalommal és hittel, egyebek közt ez is az Isten iránti tiszteletének és imádatának a kifejezése, hogy jön és teljes bizalommal elfogadja, amit neki ad. Nem kell tehát erőlködnünk, hogy mi megnyerjük Isten jó tetszését, jöhetünk úgy, ahogy vagyunk, és ő ad nekünk ajándékot, és abból élhetünk. A másik mozzanata a felolvasott történetnek, amiben Isten cselekedete tükröződik, hogy ezek a derék asszonyok azzal a szándékkal vonultak ki a sírhoz, hogy bebalzsamozzák Jézus holttestét. Nem mindenkinek a testét balzsamozták be akkor sem, többnyire azokét, akiket nagyon szerettek, és azok, akik megengedhették maguknak. Igen drága dolog volt ez, úgyhogy talán mindenüket összeszehették, vagy még kölcsönt is kellett kérniük ezeknek az asszonyoknak, hogy ezeket a bizonyos illatszereket beszerezzék. Tiszteletre méltó, áldozatos, kedves gesztus ez a részükről. Csak éppen fölösleges. Mint ahogy nem is kerülhetett rá sor. Mert Jézus már nem volt ott akkor a sírban. Tudnilik, Jézust nem lehet bebalzsamozni. Mert ő feltámadott és él. A fáraókat belehetett. Az ókor és a jelenkor némely nagyjait belehet. Tiszteletre méltó eszméket, haladó hagyományokat, kedves nemes szokásokat, be lehet balzsamozni, meg lehet próbálni, hogy meghosszabbítsuk a létezésüket. Sokan őseiknek a nagy olajképét hatalmas keretben ott tartják a szobafalán. Meg lehet őrizni a tárgyaikat, lehet idézni bölcs mondásaikat, szellemes fordulataikat. Egy-egy nemzeti ünnepen vagy családi ünnepen fölemlegethetjük ezeket. Jézus azonban soha nem válik kegytárgyá, műemlékké, értékes vagy poros régiséggé, mert hogy ő él. Olyan hatalmasan él, hogy beleszól az életünkbe. Ezért nem lehet Jézust pusztán a tudományos kutatás tárgyaként megismerni, mivel ő nem tárgy, hanem minden történés alanya. Még róla is csak azt tudhatjuk meg, amit tőle megtudhatunk. Senki sem ismeri a fiút, mondja, és senki sem ismeri az atyát, csak akinek a fiú ki akarja jelenteni. Könnyen lehet az embernek része olyan élményben, amiben Máriának volt a feltámadás reggelén, hogy keresi Jézus holttestét, és szembe találkozik az élő Krisztussal. Így meg lehet ismerni őt. A harmadik mozzanat, ami meglepi az asszonyokat, hogy a kő nincs ott a sír száján.
Abban az időben többnyire domboldalba bevájt kis sírkamrákba temetkeztek, amiknek a bejáratát hatalmas, korong alakú kőlapokkal zárták el. Ezeket igen nehéz volt megmozdítani. Tanakodnak is az asszonyok útközben, hogy ki hengeríti el nekünk a követ. Aztán a legnagyobb csodálkozásukra látják, hogy a kő nincs a sír száján. Megint arról van szó, hogy Isten előbb cselekedett. Valami olyat elvégzett, amire ők nem számítottak. Az élő Krisztus szétfeszíti a sírkamrákat. Nincs az a sír, ahova őt be lehetne zárni. Nem lehet őt könyvekbe, könyvtárakba, intézményekbe, hagyományokba sem bezárni. Az élet nem tűri el azt, hogy lepecsételjék, mint ahogy Jézus sírjának a záró kövét a hatóság megpróbálta lepecsételni, még őrséget is parancsoltak oda, hogy el ne vigyék a holttestét. És a Jézus feltámadását kísérő földrengés úgy megijesztette az őröket, hogy hanyathomlok menekültek megbízóikhoz, és mire az asszonyok kiértek, a kő már nem volt ott a sír száján. Ilyen csak egy élővel történhet. Nem gondolom, hogy ezen a mai napon olyan sokan összegyülekeznének egy halottnak az emlékét ápolni. Nincs az a halott, aki 2000 év múltán úgy hatna, hogy tömegek jönnének össze emlékezni rá. Csak egy élő köré gyűlnek össze azok, akik ismerik őt, tudják már, hogy kicsoda, és nagyon szeretnék megismertetni másokkal is, hogy azoknak is igazán életté váljék a létük, és örök életük is legyen. Folytatódik a meglepetésük azzal, hogy amikor bementek a sírba, nem találták ott az Úr Jézus testét. A sír üres. Később Péter, mikor bemegy, látja, hogy ott vannak a lepedők, pontosabban azok a vászoncsíkok, amikkel összekötötték azokat a gyolcs lepleket, amikbe a halottat becsavarták, de Jézus teste nincs ott. A Biblia azt mondja, hogy a Krisztusban hívők közössége, az egyház a Krisztus teste, amelyiknek ő a feje. A Krisztus teste nincs a sírban. A lepedők ott maradhatnak. Vannak olyan egyházi szokások, törvények, lehet a liturgiának sok olyan része, lehet sok olyan hagyomány, ami fölött elszalad az idő, túlhaladottá válik, ott marad valamely sírkamrában. De a Krisztusban hívőket nem lehet sírba tenni. A halál, a pokol kapui sem vesznek diadalmat rajtuk, ahogy Jézus mondta. Mi ezzel a reménységgel nézhetünk a hívők közösségének a jövőjére. És végül, ez talán a legfontosabb itt, amíg ezen töprengtek az asszonyok, hogy hol lehet Jézus teste, hirtelen két férfi állt melléjük fénylő ruhában. Teljesen tanástalanul állnak ott ezek az asszonyok, nem tudják, hogy mi történhetett, és nem tudják, hogy mit évők legyenek. És akkor egyszer csak megnyílik az ég. És valami olyan történik, amit a mi nagy eszünkkel mindig kétségbe vonunk, mert azt gondoljuk, hogy Istennek csak az lehetséges, amit mi el tudunk képzelni. Ezt nem tudom elképzelni, erre szokták mondani emberek. Hogy angyalok jelentek meg. Hogy értették, hogy mit mondanak az angyalok. Az íme szócska a Bibliában mindig arra utal, hogy a földi események viszintesét egy ponton metszi az Isten közvetlen beavatkozása. Valami vertikális, a mennyei függőleges. És ez is azzal kezdődik, hogy íme. Itt Isten közvetlenül szól bele az eseményekbe, és szólítja meg ezeket a kétségbeesett, teljesen tanácstalanná vált asszonyokat. Ez is Isten cselekedete volt. Küld oda valakit, akikre most ezeknek nagy szükségük van. És mit mondanak a mennyei követek? Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt. Emlékezzetek vissza, hogyan beszélt veletek, amikor még Galileában volt, amikor ezt mondta, az emberfiának bűnös emberek kezébe kell adatnia, és megfeszítetnie,
és a harmadik napon feltámadnia. És ők visszaemlékeztek az ő szavaira. Hát miért felejtették el? Jézus ezt nem egyszer és nem kétszer mondta a tanítványoknak is, kifejezetten, expressis verbis, az emberfiát keresztre feszítik, a harmadik napon feltámad. Az első felét megjegyezték, Péter elkezdte óvni őt attól, elkezdett szörnyülködni, csodálkozni, nem eshetik meg veled ilyen. A második felét, mintha nem is mondta volna. Mert amit akkor nem hisz valaki, mikor hallja, azt nem is őrzi meg magában, és nem emlékezik rá. Ó, ha komolyan vették volna azt, amit Jézustól ők is hallottak. Mennyi fölösleges fáradozástól megkímélte volna őket. Gondoljuk el, hogy mit tervezhettek, szervezhettek ezek az asszonyok, hogy korábban, mint ahogy a nap felkel a hét első napján, már ott legyenek az összevásárolt, elkészített drága illatszerekkel. És még útközben is azon aggodalmaskodnak, hogy kihengeríti el nekünk a követ. És mindez teljesen fölösleges volt. Egyáltalán nem volt rá szükség. Egy csomó fáradtság, gondolkozás, tanakodás, költség, aggodalmaskodás ki lehetett volna hagyni. Helyette valami értelmeset csinálni, amire szükség van. Egyáltalán milyen sok olyan erőfeszítés, amikor azt szoktuk mondani, hogy strapáljuk magunkat. Teljesen fölösleges. És megkímélhetnénk magunkat és egymást tőle, ha komolyan vennénk Jézus szavait. Ha számítanánk arra, hogy amit ígért, az beteljesedik. Ha készülnénk arra, amit ő előre megmondott. Én minden feltámadás ünnepén elcsodálkozom azon, hogy senkit nem említ a Biblia, aki azért ment volna ki a hét első napján Arimátiai József sírjához, hogy megnézze, hogyan támadott föl a megváltó. Mert megmondta. Többször, többek füle hallatára, így világosan megmondta. Senki nem hitte. Nagyon keményen szembe kell szegülnünk azzal az ős hitetlenséggel, ami velünk születik. Egy csomó félelemtől, stressztől, fölösleges erőtékozlástól, aggodalmaskodástól, szorongástól megszabadul az, aki elkezdi komolyan venni Jézusnak a szavait. Aki úgy rendezi át az életét, hogy az annak felel meg, ahogy ő ezt a Bibliában nekünk elmondja, ami ma is érvényes ezekben az űrzavaros időkben. Nézzétek, ezek az asszonyok a temetőben kezdik keresni a kivégzett Jézus holttestét. Miközben Jézus már bent jár a városban, aztán majd találkoznak vele. Ők még semmit sem tudnak a feltámadás csodájáról. De Isten olyan kegyelmes, hogy cselekszik. Utána megy a kételkedőnek, a feledékenynek, a hitetlennek is, és még egyszer hallhatják azt, amit előtte többször hallottak már, most már múlt időben, hogy feltámadott. Miért keresitek a halottak közt az élőt? Nincs itt, mert feltámadott úgy, ahogy azt megmondta nektek is. És akkor egyszerre visszaemlékeznek az ő szavaira. És egyszerre valami csodálatos változás történik bennük. És ez az, amit alapigénk ma a leginkább hangsúlyoz. És mint egy nagy lehetőséget mindannyiunknak fölkínálja. Ezek az asszonyok hisznek annak, amit hallottak Jézus feltámadásáról. Jézus ígéretei beteljesedtek, és ezt ők most komolyan veszik. És ettől megváltozik az egész életük. A könny helyett mosoly lesz az arcukon, a tétovaságukat fölváltja ez a határozott küldetéstudat, amiről itt olvastunk és mindjárt hallunk. Panasz helyett örömhír szólal meg az ajkukon, futnak Jézus tanítványaihoz és mindazokhoz, akik vele voltak és keseregtek és kétségbe estek, és hirdetik azt az örömhírt, amit ők is most az imént hallottak, de most már, ahogy a zsidókhoz írt levél mondja, hittel párosították a hallottakat, és így személyes meggyőződésükként hirdetik. Útközben pedig szembe jön velük Jézus. Akkor is bizonyosak voltak benne, hogy feltámadott, amikor még nem látták, csak hallották az örömhírt.
mert aki hittel komolyan veszi Isten üzenetét, annak az ugyanolyan bizonyosság, mintha a két szemével látja, vagy a két kezével megfogja. De ezt a hitet Jézus még azzal is megerősítette, hogy eléjük ment az úton. És az sem zavarja most már ezeket az asszonyokat, hogy a tanítványok nem hisznek nekik. Olyan csúnya ez a kifejezés, nem? Üres fecsegésnek tekintették, amit mondtak. A világ legigazabb információja, amelyik minden ember sorsát befolyásolja. És 11 okos férfi ember legyint üres fecsegés. Aztán majd ők is meggyőződnek róla, hogy nem az. De ez sem keseríti el az asszonyokat. Mint ahogy ma sem keserít el bennünket az, hogy sokan azt mondják, hogy üres fecsegés, és tovább kínlódnak az élő Krisztus nélkül, holott rajtuk is ő segíthetne. Mint ahogy ezeken az asszonyok. És úgy érzik, megváltozott a világ. Pedig nem a világ változott meg. Körülöttük minden maradt úgy, ami ahogyan volt. Még a tanítványok hitetlensége is maradt egyenlőre a régi. Bent a szívükben történt valami nagy változás. Ott cserélődött ki a kételj bizonyossága, ott kaptak a kérdéseikre érdemi választ, mert végre hittek annak, amit hallottak a feltámadott Krisztusról. A hit hallásból van, mégpedig az Isten igéjének hallásából. És ez vigasztalta meg őket. Aztán az elkészített drága illatszereket vihették vissza, de most már nem ez volt a fontos. Az volt a fontos, hogy minél többekhez jusson el ez a fontos és jó hír, hogy minél többeknek a szíve kicserélődjék. Én nem tudom, testvérek, hogy ma melyikőtök milyen szívvel jött ide. Nem tudom, hogy egyáltalán Jézust keresni jöttetek-e, mint ahogy ezek az asszonyok. És nem tudom, hogy hogyan. Így-e, ahogyan ők, hogy a holtak között keresték az élőt, vagy valahogy másként. Én nem tudom, hogy kinek mi miatt lenne kedve sírni. Van, aki magát siratja, van, aki valakit, akit elveszített, és nagyon szeretett, és nagyon hiányzik. Van, aki a meghiúsult álmait, van, aki a bűnei miatt tud már sírni. Minden esetre a húsvéti örömhír az, hogy Jézus mindnyájunknak tud adni új reményt, új örömöt, új tartást, új küldetést, és olyan mondani valót, amit ha vállalunk, az éltet minket is, és azáltal a feltámadott Krisztus életre támaszt másokat is. Még ha valaki kifelé halad az életből, akkor is kaphat Jézustól új feladatot, új erőt, mert aki ővele találkozott, annak mindig a jövője lesz fontosabb. Az nem a múltján rágódik, nem az siatja, az előre néz. Mert az a jövő, amit ő készített el a benne hívőknek, az minden képzeletünket meghaladó, csodálatosan szép jövendő. Isten cselekedeteiről szól Jézus feltámadásának a története. Isten a hét első napján cselekedett, hogy aztán abból élhessünk egy egész életen keresztül. Jézus holttestét nem lehetett bebalzsamozni, de lehetett a feltámadottal találkozni. A követ nem kellett nekik elhengeríteniük. Istennek van hatalma ma is minden követ megmozgatni, ami üdvösségünk érdekében, még ami kőszívünket is féltenni, és még azoknak a kőkeménységét is meglágyítani, akiket szeretnénk oda hívogatni ő hozzá, hogy életük legyen. A sír üres volt, és ez is Isten tette, nincs ott Jézus teste, legfeljebb a lepedők maradhatnak ott, és elhangzott az örömhír, ami ezeket a kétségbe esett asszonyokat egészen új emberekké tette, és az örömhír ma is úgy szól, ne ott keresd Jézust, ahol nincs, hanem engedd, hogy megtaláljon téged ott, ahol van. És hol van? Azt mondta, hogy ahol ketten vagy hárman összejönnek az ő nevében, mindig ott van közöttük. Jézus Krisztus ott van a gyülekezetben. Egyedül nem lehet növekedni a hitben. Azt mondta, hogy ahol hangzik a róla szóló bizonyságtétel,
Akkor is, ha azt némelyek bolondságnak, mások botrányosnak tartják, ő ott van, és embereket újjáteremt. Ott van az őszinte imádság csendjében, ott van, amikor valaki, úgy, hogy nem akarja, hogy tudják róla, csendesen szolgál másoknak, elesetteknek, kicsiknek, mert amennyiben megtettétek egyel az én legkisebbjeim közül, velem tettétek meg, ígér Jézus. És ott van Jézus mindenütt, ahol egy szemelnyit is kész valaki az ő igéjének engedelmeskedni, azt komolyan venni. A feltámadott élő Krisztussal ma is találkozhatunk, a legtöbbször ilyen módon és ezeken a helyeken. Isten segítsen minket, hogy higgyünk az újra hallott örömhírnek, evangéliumnak, és ez adjon nekünk is új szívet. Olyan új szívet, amelyik aztán valóban őszintén a személyes bizonyságtételeként énekelheti azt, amivel feleljünk most az igére. Mi is éljünk vígadva hát, daloljunk szép halleluját, hadd zengje Krisztust énekünk, ki sírból feltámad nekünk, halleluja. A 356. ének 5. versét énekeljük. Imádkozzunk. Istenünk, megvalljuk bűnbánattal, hogy olyan sok fölösleges erőfeszítéssel fárasztottuk már magunkat, mert azt reméltük, hogy majd mi megoldjuk a problémáinkat. Azt is bűnbánattal valljuk meg neked, hogy olyan sokszor bíztunk emberekben, pénzben, összeköttetésekben, a véletlenben, a szerencsében, és attól reméltük sorsunk jobbra fordulását. Bocsáss meg, hogyha népünk, hazánk nyomorult állapotát látjuk, akkor is minden egyéb eszünkbe jut, csak az nem, vagy nagyon ritkán, hogy nálad van elkészítve a megoldás, a szabadulás, a kiút, az értelmes és szép jövendő. Szeretnénk most ezzel a bizalommal és alázattal jönni hozzád. Hiszük, hogy te előbb cselekedtél, mint ahogy mi egyáltalán a szükséget észleltük. Hiszük, hogy nálad minden készen van, amitől igazán emberivé válhatna a mi életünk, sőt, isteni, krisztusi örök életet kaphatunk tőled. Bátoríts minket, hogy nyújtsuk a hitünk kezét, és te ajándékozz meg minket jobban, mint ahogy azt elképzelni tudjuk. Könyörülj rajtunk, és csüggesztő körülményeink között adj nekünk élő reménységet. A múltba merengés helyett segíts előre nézni. Könyörülj rajtunk, hogy ne illúziókba ringassuk magunkat, hanem a te ígéreteidet vegyük komolyan, és azoknak a valóra válását várjuk. Tudjunk azokért imádkozni, és azokat munkálni. Könyörülj rajtunk, hogy engedjük magunkat megvigasztalni, megajándékozni, és aztán tőled kapott kincsekkel tudjunk szolgálni, másokat is gazdagítani. Így hozzuk eléd a magunk személyes gondjait, minden testi és lelki nyomorúságunkat. Így kiáltunk hozzád sokféleképpen megnyomorított ifjúságunkért, a kilátástalan, reménytelen öregjeinkért, szétzilált házasságokért, így könyörgünk a nélkülözékért,
munka, otthon, hit és remény nélkül élő emberekért. Így könyörgünk az ország és az egyház vezetőiért, mindenkiért, akinek felelősséget adtál, mindenkiért, akinek hatalmat adtál, nélküled csak visszaélni tudunk azzal. Könyörülj rajtunk, hogy merjünk rád hallgatni, és segíts ezt már ma a gyakorlatban elkezdeni. Munkálkodj bennünk a te szent lelkeddel. Őrizd meg attól, hogy csak hangulatokig jussunk el. Segíts túl azon, hogy sóhajtozunk a bajokon. Segíts elkezdeni engedelmeskedni neked. Kérünk téged, élő Úrunk, jöjj elénk is az úton, és te magad győzd meg minket arról, hogy mindez lehetséges. Hadd lehessünk a te boldog gyermekeid. Segíts ezért ebben a csendben most könyörögni. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A nevében is a gyülekezet minden tagjának, Istentől lelki áldásokban is megáldott feltámadási ünnepet kívánni. Az úrasztalát megterítettük, akik úgy készültek, hogy most lesznek annak vendégei, vagy esetleg most közben határozták el, hogy mivel szakítanak, és mennyiben szeretnének újat kezdeni Jézussal, azok az ének után itt maradva járuljanak majd a szent asztalhoz. Mivel ilyenkor vendégek is vannak, akik nem biztos, hogy ismerik a házi szokásainkat, csak ezért mondom, hogy egyszerre négyen vehetik a kelyhet, segítség az, ha mindenki szembe áll azzal a lelkésszel, akitől a kelyhet kapja, és nem a háta mögött áll meg. Mindenki, akárhol ül a templomban, a bal keze felé induljon el, és annak a sornak az ellenkező végén fog visszatalálni a helyére, és akkor nem lesz kavarodás, és megmarad az áhítat. És jó, hogyha az úrvacsora alatt csendben imádkozunk, próbáljuk ki, milyen az, hogyha egyszer egy kicsit hosszabb ideig beszélgetünk a mi Urunkkal itt a templom csendjében. És azt szeretném kérni, hogy akik bent maradnak úrvacsorázni, várjuk végig az úrvacsora szertartását, annak a befejező áldással lesz majd vége. Azokat pedig, akik nem tudnak itt maradni, mielőtt áldással elbocsátjuk, énekeljük a 352. ének első és második verseit. A 352. énekünk így kezdődik, Krisztus ím feltámada, nékünk örömet ada.
Istennek népe, áldjon meg tégedet az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te rajtad, és adjon néked békességet. Amen.